Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy megköszönjük a meghívást a Nokia magyarországi vezetőinek, de egyúttal megköszönjük a jelenlétet a Nokia nemzetközi szintű vezető munkatársainak is, akik szintén velünk vannak, és akik nagyon gyakran hoznak olyan döntéseket, amelyek nyomán újabb és újabb magas hozzáadott értéket képviselő beruházások jönnek Magyarországra. És engedjék meg, hogy szintén tisztelettel köszöntsük Finnország nagykövetét, hiszen ez a mai alkalom nem egyszerűen egy újabb jelentős magyarországi beruházás bejelentéséről, hanem a finn-magyar-magyar-finn gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséről is szól. És tisztelettel köszöntjük Józsefváros alpolgármesterét is, hiszen amikor beruházás ösztönzésről beszélünk, akkor nekünk nyilván mindig az a célunk, hogy minél több új nagy beruházás jöjjön Magyarországra, de aztán a Magyarországra érkező beruházásoknak valami konkrét helyre kell megérkezniük, és ezért nagyon fontos, hogy önkormányzatok, kerületi, települési, városi önkormányzatok a lehető legjobb feltételeket biztosítsák beruházás ösztönzéshez. Józsefváros ebből a szempontból kifejezetten jelesre vizsgázik. Tisztelt hölgyeim és uraim, gyakran mondjuk, ezért elcsépelt kifejezésnek is tűnhet, hogy egy világgazdasági és világpolitikai fordulópontnál állunk. Egyelőre nyilvánvalóan semmifajta konszenzus nem veszi körül ezeket a mostani változásokat, de így volt ez a világtörténelem minden fontos fordulópontjánál. Vannak olyan korábbi nagyon jelentős változások, amelyekről mind a mai napig nem tudtunk konszenzust kialakítani, pedig több tíz vagy száz éve történtek. Arról sincsen konszenzus, hogy az az új világrend, amiről sokat beszélünk, már vajon létrejött-e, vagy még mindig formálódik, de hogy egy nagyon jelentős világgazdasági fordulópontnál állunk, ez szerintem ma már senki sem vitatja. És a legplasztikusabb leírását annak, hogy mi is történik a világgazdaságban, azt, hogy milyen módon alakulnak át a siker kritériumai, és hogy milyen módon terjednek el olyan új technológiai megoldások, amelyekről korábban még csak nem is álmodtunk, és holnaptól kezdve az életünk mindennapi részét fogják képezni. Ennek a legplasztikusabb leírását ezt az eseményt megelőző találkozón hallgathattam meg a Nokia kutatásfejlesztéssel foglalkozó egyik nemzetközi vezetőjétől, aki azt mondta, hogy ez a változás ez körülbelül olyan lesz, mint amikor a fekete-fehér tévét felváltotta a színes televízió. Nos, tehát tisztelt hölgyeim és uraim, egy dolog tehát biztos, nagyon komoly világgazdasági fordulópontnál vagyunk, és ebben a világgazdasági fordulópont által létrehozott új világgazdasági korszakban mind a vállalatok, mind az országok az eddiginél komolyabb és élesebb versenynek vannak és lesznek kitéve. Ugye a vállalatok sikere most azon múlik, hogy ki az, aki kifejleszti a legújabb technológiákat, és ki az, aki majd a legelsőként tudja használni ezeket az új technológiai megoldásokat. Az országok sikere meg azon múlik, hogy ezekkel az új technológiákat kifejlesztő vállalatok hova viszik a fejlesztéseiket, hol fejlesztik ki az új megoldásokat, és aztán hol ültetik át azokat a mindennapi használatra. Tehát a mi versenyünk, az országok versenye ebben az új világgazdasági korszakban arról szól, hogy hol tudják a leggyorsabban és a leghatékonyabban kombinálni a termelést a digitalizációval, és hol tudják a legjobb feltételeket kínálni a kutatás fejlesztésre alapuló beruházásokhoz. Én azt gondolom, hogy ebben az új világgazdasági korszakban az eddigi sikereinket figyelembe véve nem lehet kisebb, nem lehet szerényebb, és nem lehet visszahúzódóbb célt kitűzni magunk elé, mint azt, hogy Közép-Európában mi kínáljuk a legkedvezőbb és legvonzóbb feltételeket azoknak a vállalatoknak, amelyek kutatásfejlesztésre alapuló új technológiákat kidolgozó beruházásaikhoz keresnek helyszíneket. Nekünk az a célunk, hogy mi legyünk az első helyen, a kutatásfejlesztéssel foglalkozó új technológiákat kidolgozó nagyvállalatok beruházási térképein. Ehhez persze tudnunk kell, hogy mire van szükség.
egy-egy ilyen nagy beruházáshoz, új technológiák kifejlesztéséhez, sok pénzre, jó szakemberekre és alkalmas informatikai infrastruktúrára van szükség. Vagyis ezek a vállalatok odaviszik az ilyen és ehhez hasonló beruházásaikat, ahol a megfelelő adózási, munkaerőpiaci és digitális környezetet biztosítani tudják a számukra. Ezért tehát Magyarország gazdaság stratégiájának egyik legfontosabb szempontja az, hogy ezen új világgazdasági korszakot elhozó beruházásokat a legnagyobb mértékben Magyarországra tudjuk hozni. Ehhez tehát a pénzügyi, a munkaerőpiaci és a digitális környezetet kell biztosítani. Annak érdekében, hogy a pénzügyi környezet biztosított legyen, és hogy ezen komoly fejlesztési forrásokat, magyarul pénzt igénylő beruházásokat és tevékenységeket nálunk végezzék ezek a vállalatok, ezért úgy döntöttünk, hogy Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát vezetjük be, amivel pedig elérjük azt, hogy minél több pénz ezeknél a vállalatoknál tudjon maradni a fejlesztésekre. Úgy döntöttünk, hogy a beruházás ösztönzési rendszerünket úgy alakítjuk át, hogy innentől kezdve nem csak az újonnan létrehozott munkahelyek száma, hanem az országban meghonosított adott beruházással meghonosított technológiai színvonal is a támogatás kiszámításának alapját képezi, és úgy döntöttünk, hogy az idei esztendőtől kétszer akkora összeget vonhatnak le a vállalatok az adóalapjukból, mint amit kutatásfejlesztésre költenek Magyarországon. Ezzel tehát a pénzügyi környezetet biztosítjuk. Munkaerőpiaci környezet biztosítása talán még ennél is nagyobb kihívás. Ma, amikor nagy vállalatokkal tárgyalunk magyarországi beruházásokról, már nem az adózásról kérdeznek, nem a logisztikáról kérdeznek, nem az infrastruktúráról kérdeznek, hanem arról, hogy vajon lesz-e elegendő minőségű és megfelelő mennyiségű munkaerő itt Magyarországon, hogy ez így legyen. Ezért tovább erősítjük a duális képzést, hogy ez így legyen, tovább erősítjük az informatikai képzéseket, és kiemelt ösztöndíjakat adunk az informatikus hallgatóknak. És folyamatosan csökkentjük a munkára rakódó adóterheket, ugyanis világos, hogy ezek a vállalatok olyan szakembereket keresnek, akikért verseny van, és ebben a versenyben bizony az egyik legfontosabb szempont, hogy ki tud fizetést emelni, ki tud magasabb fizetést adni. Ezért az idei esztendőben 27-22%-ra csökkentettük a szociális adó mértékét, jövőre újabb 2%-kal csökkentjük, és folyamatosan figyeljük a munkaerőpiacon, illetve a gazdaságban a fizetések növekedésének ütemét, és amennyiben ez a várakozásainkat felülmúlja, úgy további lépésről lépésre történő szociális adó csökkentéseket fogunk végrehajtani. Végezetül pedig a digitális feltételek teljesítése, illetve megteremtésének tekintetében elmondhatjuk magunkról szerintem büszkén, hogy 2 évvel az Európai Unió menetrendje előtt járunk azzal, hogy 2018 végére az egész országban szélessávú internet szolgáltatást tudunk biztosítani, 2020-ra pedig megcélozzuk azt, hogy az ország nagy részén 100 megabit per másodperc sebességű internet szolgáltatást nyújtsunk, és az 5G technológia kidolgozásában is élen szeretnénk járni. Jövő esztendőtől pedig az internet szolgáltatás áfáját 5%-ra csökkentjük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ennek az új világgazdasági korszaknak a kulcsiparága nyilvánvalóan az informatika és a távközlés. És azzal, hogy ma megnyitjuk és átadjuk a Nokia Skyparkot, egy új minőségi fejezetet nyitunk a magyar informatikai és telekommunikációs iparágban, hiszen létrejön Magyarország legújabb és egyik legmodernebb informatikai és telekommunikációs kutatásfejlesztési központja. Itt fognak dolgozni azok a szakemberek, akik a Nokia globális technológiai központjának munkatársai, és itt fognak dolgozni a Nokia Bell Labs munkatársai is, akik többek között ugyebár azt az alkalmazást fejlesztették, azt az eszközt fejlesztették ki, amelyet nap mint nap 1,4 milliárd ember használ, amikor mobiltelefonjáról hívást kezdeményez. 25 ezer négyzetméteren hipermodern kutató laboratórium jön létre, amely a lehető legkedvezőbb munkakörülményeket biztosítja ezen kutatásfejlesztési tevékenységekhez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az a tény, hogy a világ egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata Magyarországra hozta a világ színvonalú technológiai fejlesztéseit, azt mutatja, hogy Magyarország immár nem csak a termelési, hanem a fejlesztési, kutatás, fejlesztési beruházások számára is a legvonzóbb környezetet tudja biztosítani itt a közép-európai térségben.
A vállalat vezetőivel folytatott megbeszélésemen itt ezen alkalom előtt világossá vált, hogy a Nokia a globális fejlesztési stratégiájában Magyarországra kiemelt, központi helyként tekint, és az elkövetkezendő időszakban is folyamatosan bővíteni kívánja magyarországi kapacitásait. És ennek a jelentősége már csak azért is túlmutat önmagán, mert hogy a Nokia globálisan nagyon komoly expanzióban van. Hogyha valaki megnézi a Nokia globális számait, az azt látja, hogy a tavalyi esztendőben a vállalatcsoport árbevétele majdnem 24 milliárd euró volt, ami egy szerénynek nem mondható 89%-os növekedés jelentett éves szinten. Nokia világszerte több mint 102 000 embernek ad munkát, ami 81%-kal több, mint egy évvel korábban. Kutatás-fejlesztésre fordított összeg pedig a tavalyi esztendőben kis ilyen 5 milliárd euró volt, ami 136%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Ezért nagyon fontos tehát, hogy egy globálisan nagyon komoly expanzióban lévő világvállalat magyarországi tevékenységét folyamatosan bővíti, és Magyarországra folyamatosan, mint egy kiemelt fejlesztési helyszín tekint, amit igazol az is, hogy ma Magyarországon már több mint 2100 munkatársa van a Nokiának. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mostantól kezdve tehát büszkén állíthatjuk azt is, hogy a világ viszonylatban is jelentős fejlesztéseken dolgozó magyar informatikusok és magyar mérnökök a lehető legjobb körülményeket kapják ahhoz, hogy világszintű fejlesztésekben további fontos szerepet kaphassanak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma tehát újabb minőségi dimenziójába lép a magyar IT-iparág azzal, hogy egy hipermodern kutatásfejlesztési központ jön itt létre. A Nokia eddig is sokat hozzátett a magyar IT-iparág teljesítményéhez, amelyet jól mutat az, hogy a tavalyi esztendőben ez az iparág 3101 milliárd forintnyi termelési értéket állított elő, 3101 milliárd forintnyi termelési értéket, amely 4%-kal múlta felül az azt megelőző esztendő teljesítményét, és tavalyi esztendő végén összességében 201.645-en dolgoztak az IKT szektorban, amely pedig egy 14%-os növekedés volt egyetlen esztendő alatt, ennek az ágazatnak pedig vitán felülállóan az egyik húzó vállalata ma Magyarországon a Nokia. Szeretnék a igazgató úrhoz csatlakozni és köszönetet mondani a Nokia valamennyi magyarországi munkatársának, hiszen nyilvánvalóan az eddigi teljesítményük nélkül a Nokia nemzetközi globális vezetői nem gondolkodnának Magyarországban, mint kiemelt beruházási helyszínben. Köszönettel tartozunk a Nokia eddigi magyarországi vezetőinek is, akik pedig megteremtették a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy ezek a magyar mérnökök és magyar informatikusok itt ezt a kiváló teljesítményt nyújtani tudják. Beruházás ösztönzéssel foglalkozó kollégáimnak, a Futureal csoport munkatársainak, az építészirodának pedig tisztelettel gratulálok, hogy ezt a beruházást úgy sikerült végrehajtani, ahogy azt itt az alkalom, az esemény előtt igazgató úr nekem elmondta, 0 nap késés, 0 baleset. Én azt gondolom, hogy kivitelezők ennél jobb lezárását egy beruházásnak nem kívánhatják maguknak. Köszönjük szépen a megtisztelő meghívást, és a hölgyeknek és az uraknak, akik itt dolgoznak ebben az épületben, jó munkát kívánunk. Az óvónéniknek pedig, akiket alkalmazni fognak itt az óvodában, pedig azt, hogy ahogy azt igazgató úr célként kifejezte, a kirakozó gyerekek közül legyen majd Nobel-díjas. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és köszönöm a megtisztelő figyelmüket.